Azután ismerte Ádám az ő feleségét Évát, aki fogadta méhében és szülte Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. Így is lehetne fordítani, nyertem férfiat az Urat. Vagyis Mózes első könyve 4. fejezet 1. versében, ebben a látszólag nagyon rövid és jelentéktelennek tűnő kijelentésben benne rejlik Ádám és Éva megváltozásának története. Mert hogy az első emberpár elkövette az Istentől való elfordulást, és ezáltal az emberi történelem ezen a vakvágányon indult el, hogy tudnék utána mindannyian elkövetjük az Istentől való elfordulást, ki ekkor, ki akkor, és ki kitartva egész életében, mások pedig megtérve, és mint a tékozó fiú visszatalálva a mennyei házba. De vajon Ádám és Éva életében mi történt a bűneset után? Fájlalták-e? Megváltoztak-e? Vagy jellemük önző emberi jellemmé változott, ilyen korcs emberi jellemet öltöttek fel? Ez a Biblia vers azért vigasztaló, már rávezet bennünket arra, hogy Ádám és Éva igenis megváltoztak. Méghozzá viszonylag gyorsan a bűneset után, és elindultak az igaz jellem fejlődésének az útján. Hogyan is következik ez a mai reggeli Biblia versből? Hát úgy, hogy amikor megszületett első gyermekük Kain, és ennek a névnek lefordítható jelentése van, ez annyit jelent, hogy nyert, kapott. Vagyis azért adta ezt a nevet Éva az elsőszülött gyermekének, mert úgy gondolta, hogy Isten már az emberi történelem második nemzedékében elküldi a megváltót. Ugye Mózes első könyve 3. előző fejezet 15. versében olvashattuk az ősevangéliumot. Az ősevangéliumban Isten ígéretet tett az első emberpárnak, és természetesen a mögöttük álló sátán is hallatta ezt, hogy ellenségeskedés támasz köztük és az asszony magva között, és az ő magva és az ő magva között, és majd jön egy mag, jön egy utód, aki a fejére tapos a rossznak, aki legyőzi, alapelvileg legyőzi a rosszat, azzal, hogy soha nem követel rosszat. Ez az igazi győzelem. És ezért még az életét sem sajnálja, hogy a fejére taposson, megengedi, hogy ő, a gonosz, a sarkába marjon. Ez a 3 ígéret volt az ősevangéliumban, a Szentlélek állandó működés, aki ellenségeskedést támaszt a szívünkben a bűnnel szemben, hogy fölnézhetünk egy megváltóra, aki a kígyó fejére tapos, most már így mondom, hogy taposott, és ezért az életét is feláldozta, tehát áldozati halállal, helyettesítő áldozattal lépett a mi segítségünkre. És ebben hitt Ádám és Éva, ők úgy gondolták, hogy ha asszony magva lesz a megváltó, rögtön a második nemzedékben el fog jönni. Megragadta ez az isteni kijelentés őket, és hittel fogadták el, ahogy nem hittek Istennek, aki óvta őket attól, hogy a fának a közelébe menjenek, és megtörtént ennek az ellentéte, most hittek Isten olyan ígéretében, amelyet ők még nem láthattak, de úgy gondolták, hogy az ő életükben már el kell, hogy jöjjön ennek a szörnyűséges bűnnek a helyrehozása. Tehát a gondolkozásuk megváltozott, és ahol a gondolkozás megváltozik, és töretlenül halad előre az isteni gondolkozás útján, ott előbb-utóbb a jellem is megváltozik. Ádám és Évának erre volt ideje, hiszen több száz évet éltek még. A jobblatornak nem volt ideje, ő néhány percet élt még azután, hogy kérte Jézust, hogy Uram, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban, és amikor Jézus megígérte ezt neki, hogy majd velem leszel a paradicsomban, hogyha eljövök, ott leszel az én országomban,
akkor ez a jobblator is arról tett bizonyságot, hogy a megváltozott gondolkozással elindult a megváltozott jellemfejlődés útján. Tehát a jellem mindig akkor tud megváltozni, hogyha van megváltozott gondolkozás, ami más irányt szab az életünknek. Vajon van-e nekünk is megváltozott gondolkozásunk? Vajon föltekintünk-e arra az Istenre, és hiszünk annak az Istennek a szavában, aki minden nap szól hozzánk? Mert ha igen, akkor bekövetkezik a szükséges belső megfordulás, átfordulás, átvalósulás, az újjászületés, és azután már idő kérdése, a jellem megváltozása.